Kedves nézőink, ez év őszén ismét agritechnika kiállítás és vásár Hannoverben. Ennek egyik előhírnöke szokott minden esztendőben lenni a Klász nemzetközi sajtótájékoztató. Így van ez az idén is. Franciaországban vagyunk, Péter. Franciaország középső részén egy aratás kellős közepén találtuk magunkat. Rengeteg újságíró és rengeteg újdonság. Mit láthatunk itt? Igen, és köszöntöm a nézőket, itt vagyunk Le Mans mellett, és éppen egy aratási bemutatót láthatunk, és nem más jeles napon, mint Helmut Klász 93. születésnapján tartották ezt a sajtótájékoztatót. Nagyon. Még sok boldog évet kívánunk neki, és tényleg annyi újdonságot vonultattak föl, hogy lehet, hogy a műsorba bele se férnénk. De a legnagyobb újdonság az a Klásznak, a Klász Lexionnak a legújabb szériái, az 5000-es, 6000-es és a 7 és 8000-es széria, amelyeket itt felvonultattak, illetve az új Roland bálázójuk, és mind rengeteg technikai újdonsággal és új paraméterrel van jelen. Ugye az 5000-es és 6000-es szériák a Lexionnál, ugye a számból is adódóan 5, illetve 6 szalmarázó ládával rendelkeznek, illetve a 7 és 8000-es szériák pedig már egy rotoros kivitellel rendelhetők, szóval másodlagos csépés már egy rotoros rendszeren keresztül történik. Két évvel ezelőtt is elmondtuk, mint mindig, hogy hát fantasztikus újítások és újdonságok találhatók ezeken a gépeken. Hova lehet még fejleszteni technikailag ezeket a masinákat? Én azt látom, hogy mindig van továbbfejlesztés. Mindig van egy apró olyan dolog, amivel újdonságot lehet mutatni. Például az, hogy az új Lexionokban csökkentették az égszíjaknak a számát, az égszíjaknak a számosságát, ez nagyon nagy előny lehet egy aratásnál, mert igazság szerint mindig előfordul nagy melegbe, nagy terhelésnél egy égszíj szakadás, és ez is tudja a munkaidőt növelni, de ezáltal, hogy kevesebb égszíjat alkalmaznak, így az élettartamot is tovább növelték, illetve magának a termény áramnak az útját is próbálják minél egyenesebbé tenni, és egy egyedi fejlesztés által minél kedvezőbben a cséplést megvalósítani. Igazság szerint nem is kombány, hanem egy arató cséplőgép, és tényleg a legoptimálisabb eszközöket és a legoptimálisabb szellőztetést hajtották végre a gépeknél. Szóval annyi technikai újdonsággal szerelték föl, hogy csökkenteni tudták a gépnek a munkaidejét, meg tudták növelni a teljesítményét, és ezáltal egy gyorsabb és kényelmes munkavégzést hoztak létre ezekkel a gépekkel. Láthatunk itt több modellen hevedert is. Ugye Nyugat-Európában ez nagyon elterjedt, a hevederes kombány alkalmazása. Magyarországon még mindig nem. Miért ajánlod te a hevederes kombájnok alkalmazását a mezőgazdaságban? Ezeknek egy nagyon nagy előnye azon kívül, hogy a haladási sebességük akár 40 km/h is lehet, és a stabilitást biztosítanak a közúton, a talaj taposást tudják csökkenteni. A legjobban én ezt úgy tudnám szemléltetni, mint amikor a földre lépünk egy utcai cipővel, egy bakancsal, vagy a földre lépünk egy tűsarkú cipővel, mindenki szerintem érezni tudja a különbséget a talaj terhelés, süllyedés tekintetében, szóval a talajt kíméljük azáltal, hogy egy nagyobb felületen terheljük a talajt, és ezzel is egy jobb taposást tudunk biztosítani, egy jobb tapadást tudunk biztosítani a gépnek, és ezáltal nem csak a gépet kíméljük, nem csak az üzemanyagot, fogyasztást csökkentjük, hanem a talaj taposást pedig csökkentjük ezáltal. Szokott bennünket olyan vád érni, hogy csak nagy gépeket mutatunk be. Hát itt most ezen a Klász sajtótájékoztatón egy kisebb kombányt is láthattunk, kisebb vágóasztallal, amit még össze is lehet csukni. Igen, a Klász Averó családot, az Averó kombányt mutatták itt be nekünk, ami kisebb gazdaságok számára nálunk is elérhető Magyarországon. A jelenlegi időjárási körülményekhez mérten nem sokan választják ezeket a gépeket. Az látható nálunk is Magyarországon, hogy próbálnak inkább a nagyobb gépek felé törekedni a gazdálkodók. Ennek egyetlen egy oka van, és már pedig ez az, amit látunk most is, az időjárásnak a változatossága, az időjárásnak a szeszélyessége, amit próbálnak felvenni vele a ritmust, és a legoptimálisabb időben a leggyorsabban szeretnék betakarítani a terményt, és ezért inkább a nagyobb gépeket keresik. Természetesen elérhetőek nálunk ezek a kisebb gépek és kisebb családok, de inkább a nagyobbokat keresik nálunk. Itt Franciaországban gyártja a Klász a bálázóit. Itt nekünk újságíróknak bemutattak egy bálázót. Ez miben új, milyen újdonság, innováció van benne? Ugye itt a Klász Roland 520-as bálázót mutatták be a sajtó és a nagy közönség számára, ami 16 tömörítő hengerrel láttak el, melyek 4 és 3 mm
vastagak, magák a hengereknek a lemez vastagsága, és jobb tömörödöttséget tudnak ezáltal előállítani, és vannak plusz tömörítő hengerek, amik még opcióban rendelhetők ehhez a rendszerhez, és akár 150 báros tömörítő nyomást is elő tudnak állítani, és lehet ezt rendelni bálakötvezet zsineggel és hálóval kombinált verzióban is. Tehát, kedves nézőink, mindezek az újdonságok, amiket most itt nekünk bemutattak Franciaországban, a Klass sajtótájékoztatón, megtekinthetők majd Hannoverben az Agritechnika kiállításon. Találkozzunk ott is!